Ebben a nyíregyházi kereskedésben új és használt autókat is értékesítenek. Országos szinten az új autóeladások száma mintegy 15%-kal növekedett az első negyedévben, ami 3200-zal több eladott autót jelent az előző év azonos időszakához képest. A szakértők így a tavalyitól jóval nagyobb forgalomra számítanak az új autók piacán. Országosan a személyautó, illetőleg a kis használjármű jármű számok azok jobban alakultak, mint az eredeti elképzelésünk volt. Ennek megfelelően a személyautókban egy várhatóan 5-6%-kal fölötte lesz a piac annak, amit mi gondoltunk még januárban. A növekedés nagy részét országszerte a céges vásárlók teszik ki, de a magánszemélyek vásárlói kedve is nőtt az utóbbi hetekben. Csősz Viktor azt mondta, a megyében több autót adnak el, mint az országos átlag. Nálunk egy picit még jobb tendencia volt, tehát jelentősebb volt a növekedés. A használt autó területen is erős növekedést tapasztalható. Úgy látjuk, hogy az első egy-két hónap egy picit nehezen indult, de most már az április magára talált, és egyre több használt autó kerül értékesítésre. Itt is egyébként egy olyan 16%-os növekedés tapasztalható az előző évhez képest. Országos szinten mintegy 30%-kal nőtt a használt autók hirdetésének száma, a külföldre behozott autók száma pedig majdnem az egynegyedével lett több a tavainál. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében viszont kevesebb autót hirdetnek most, mint tavaly. A tulajdonosok száma sem emelkedett, viszont az adásvételek száma nőtt. Ha megnézzük a járműállományt, hogy ott Szabolcs hogy áll, akkor azt látjuk, hogy a 3,2 milliós személyautóállományból Szabolcsban 153 ezer van, ami 4,8%. És ez különösebben nem változik. Azonban a tulajdonos változások száma az 5,3%-a az országosnak, tehát azt jelenti, hogy az adásvételek egy kicsit jobban pörögnek Szabolcsban, mint amilyen a járműállomány számából következne. Ebből arra lehet következtetni, hogy a megyében egyre többen cserélik le az öreg autóikat. Fodor László elmondta, a gazdát cserélő használt autók átlagára az utóbbi évi 1,5 millió forintról idén 1,8 millió forintra emelkedett.